Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, indul a keceli körkép városunk és a kistérség legfontosabb híreivel. Nézzük, hogy ezen a héten mik a legfontosabb témák. Megvan a jövő évi költségvetési koncepció, a képviselőtestület előtt több fontos kérdés is volt. Növekvő igény az urnás temetésre, ha kérik, megépítik az urnafalat a temetőben. Döntött a kormány, nem lesz többé olyan utcanév a városban, amely az önkényuralmi rendszerre emlékeztet. Tokajból is érkeztek minták, egyre sikeresebb a pálinka ünnep Kecelen. Indiából érkezett Benvén Sebastián Madasseri előadása Kész szervezésében. Veretlenül zárta a KKC az őszi fordulót, cél a feljebb jutás. Szerdán ismét ülésezett Kecel önkormányzata, a képviselők egyebek mellett döntöttek arról, hogy nem lesz kommunális adóemelés, lesz viszont ebadó, de csak azoknak, akik nem tesznek eleget törvényi kötelezettségeiknek. Az ülés kezdetén tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a város háromnegyedéves gazdálkodásáról. Ebből kiderül, hogy a bevételek alakulása ebben az időszakban elmaradt a várakozásoktól. Az előirányzott összegnek csak 39%-a teljesült. Jól alakultak viszont a helyi adóbevételek, amelyek átlagos teljesítésen 84%-os. A három adónem közül a kommunális áll a legjobban a tervezett összeg, több mint 98%-a már befolyt. Legnagyobb gond a kiszabott pótlékokkal, illetve bírságokkal van. Ezeknek alig több mint fele került befizetése szeptember 30-ig. A feladatonkénti bevételek vonatkozásában kiemelkedik a Városi Könyvtár és Művelődési Ház, ahol már most bevétel többlet jelentkezik. A napi rendi pont kapcsán a polgármester hozzátette, hogy Kecel adósságát az állami mentőcsomag keretében június közepéig rendezi a kormány. Tárgyalta az önkormányzat a város jövő évi költségvetési koncepcióját. Mivel a központi támogatások módja és mértéke még nem ismert, ezért csak általános alapelveket fogalmazott meg az előterjesztés. Így az intézmények az idei szinten, de még takarékosabban tervezhetik költségvetésüket. Az egyesületek, alapítványok támogatásában szintén a visszafogott tervezés fog majd érvényesülni. A szolgáltatások, illetve bérleti díjak az inflációval azonos mértékben emelkednek. Ha kiadás csökkentésre lesz szükség, akkor elsősorban a nem kötelező feladatok működését és szükségességét kell felülvizsgálni. Az előterjesztéshez többen is hozzászóltak. Beke József a pénzügyi bizottság elnökeként azt javasolta, hogy a további költségtakarékosság miatt kerüljön napirendre a három önkormányzati KFT összevonása. A folyamat elindítását megszavazta a testület. Hasziló Ferenc polgármester az orvosi ügyelet működtetésének átadását javasolta Kiskörösnek, úgyhogy az helyben maradjon. Ezt szintén támogatták a képviselők. Nem szavazta meg az önkormányzat a kommunális adó emelését, mivel az összeg nagyságában nem tudtak megegyezni. Lesz viszont ebadó, de csak azoknak, akik nem tesznek eleget csippezési, bejelentési, illetve oltási kötelezettségeiknek. Hasziló Tamás képviselő kérésére a jegyző tájékoztatást adott a januártól életbe lépő feladatfinanszírozás következményeiről. Ebből többek között kiderült, hogy tovább csökken a város központi támogatása. Az óvodában például 8 főt nem finanszíroz majd az állam. Összességében pedig mintegy 50 millió forintra lenne szükség a nem kötelező feladatok ellátásához. Elfogadta a testület az Imrehegy községgel közös önkormányzati hivatal létrehozásának előkészítését. Aktualizálta a képviselőtestület Kecel környezetvédelmi programját, mindenre főként az idén megvalósult beruházások, illetve az újonnan megfogalmazott célok miatt volt szükség. Tárgyalták és elfogadták a képviselők a közvilágítás májusban elhatározott korszerűsítését, amelynek alapját a kötvényből rendelkezésre álló forrás biztosítaná. A beruházás keretében az 54-es számú főúton elhelyezett 313 darab lámpát cserélnék le indukciós elven működő lámpákra, amelyek jobb megvilágítást produkálnak, ráadásul alacsonyabb fogyasztás mellett. A megtakarítás éves összege eléri a 3-4 millió forintot. A fejlesztés költsége több mint 33 millió forint. A testület egyhangulag támogatta az újabb közmunkaprogram elindulását, amelynek keretében 17 tartósan munkanélküli kap állást a város 4 intézményében 3 hónapon keresztül. Szavazott az önkormányzat a Kecelvíz Kft. Új könyvvizsgálójáról, és döntöttek arról is, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően 7 a kommunizmushoz köthető utcanevet megváltoztatnak. A Rajk László, Fürth Sándor, Bacsó Béla, Mező Imre, Ságvári Endre, valamint Dobi István és Felszabadulás utca lakói a Városházán jelezhetik javaslataikat az új elnevezésekre.
A testület ülésen egy váratlan írásos formát nem öltött előterjesztés is napirendre került. A polgármester szóban tárta a képviselők elé, hogy közvetlen irányítása alá kívánja vonni a városi sportcsarnokot, illetve a Keccel médiát. A bizottságok által nem tárgyalt az érintett intézmény tudta nélküli elképzelés heves ellenérzéseket váltott ki. A kialakult helyzetben Haszilo Ferenc a költségvetés tárgyalásáig kitolta a végleges döntést. Idén több mint 1 millió forintot költött helyi mecenatúrára a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat, az összeg több mint háromszorosa a tavainak. Az elnök szerint jó a munkakapcsolatuk a városvezetéssel, amelyet a számtalan közös program is bizonyít. A Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat idén egy 800 ezer forintos állami támogatásnak köszönhetően megháromszorozta azt a pénzt, amellyel gazdálkodhatott. Az elnök szerint tiszteletdíjat egyetlen képviselő sem vesz fel, minden pénzt itt költöttek, költenek el évek óta. A Német Kisebbségi Önkormányzat, mint minden évben, tehát több rendezvényt támogat. Az iskolásoknak szoktuk támogatni szavalóverseny, íróverseny, felolvasóverseny, akkor a családi sportnapot, ami ugye városi rendezvény, akkor az ovisoknak a téli kerge, amit minden évben februárban rendeznek meg, akkor az iskolába a nyelvvizsgásoknak szoktunk könyveket vásárolni, és nagyobb rendezvény, ami igazi nagy rendezvény volt idén, az a Schwarzenbruck várossal a 20 éves kapcsolat föntartása, és ezt az első napot, ezt a német kisebbség vállalta teljesen önmagára, és most meg lesz majd a Mikulás ünnepség, és hát nagyon kevés rendezvényt tudunk támogatni, meg a születi felvonulás is volt, de nagyon kevés rendezvényt tudunk támogatni, mert nagyon kevés pénzt kapunk az államtól. Az általános iskolában közel 200 diák tanulja a német nyelvet emelt óraszámban. Rövidesen beindítják a táncoktatást is. A települési önkormányzattal partneri viszonyt ápolnak, rendszeres a kapcsolat és a véleménycsere. A települési önkormányzattal úgymond jó a kapcsolatunk, tehát vitában nem szoktunk bocsátkozni, mert nincsen szavazati jogunk, csak véleményezési jogunk. A polgármester általában ki szokta kérni a véleményemet, van, mikor nem egyezünk, meg van, mikor megegyezünk. Ezt leszoktuk rendezni egymás között, és én úgy érzem, hogy békésen el tudunk válni egymástól. Van, mikor nem egyezik a véleményünk, de hát olyan vagyok, hogy a kisebbséggel, amit megbeszélünk, és nem értünk egyet, tehát azt mindenféleképpen véleményezzük és elmondjuk. A Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzata több évtizedes kultúra életben tartását tartja a legfontosabb feladatának jövőre is. Ebben továbbra is számítanak a képviselőtestület és az állam támogatására. Interpelláció hívta fel a figyelmet a két héttel ezelőtti képviselőtestületi ülésen, hogy Kecelen igény mutatkozik az urnás temetésekre. Dr. Beke József kiemelte, hogy volt szó egykor egy urnafal megépítéséről, de ez végül elmaradt. Burányi Roland plébános azt mondja, ha megkeresik őt is a kérésekkel, megépítik a falat. Kecelen ma a temetések 10-15%-a urnás temetés. A lakossági kérések a két héttel ezelőtti testületi ülésen kerültek szóba. Érkezett olyan észrevétel, illetve igény és ezzel kapcsolatban kérés felém, hogy tegyem ezt szóvá, hogy lehetővé kellene tenni Kecelen is az urnás temetkezést, mert ez ideig ez még itt szervezett formában nem lehetséges. A környező településeken, illetve ahol emberek megfordultak, többféle megoldás van, ugye urnafalban elhelyezhető urnák, aztán ilyen horizontális megoldás is létezik, akár például a szomszéd településen Imrehegyen is, ahol, tehát ugye ez nyilván ezeknek a kivitelezése különféle anyagokból lehet, a betontól kezdve a grániton keresztül minden, árban és minőségben, esztétikai kivitelben a legkülönfélebb megvalósítási lehetősége van ennek. A temető új kerítését 3 évvel ezelőtt építette az önkormányzat. Akkor volt szó egy urnafal felállításáról, azonban ez valamiért elmaradt. A helyi plébános azt mondja, eddig őt csak egyszer keresték meg az urnafal megépítésének ötletével. Úgy vagyok, mivel az egyháznak ellenvetése nincs. Hogy a jóistennek teljesen mindegy, miből támaszt fel. Főleg ha arra gondolunk, hogy az első századok fértanúi között volt sok, akit elégettek hite miatt. Tehát a jóisten majd föltámaszt, mindegy, hogy porból, hamuból, a végkicsengés a fontos, ami pozitív. De ugye egyházközségünkben is van
urnás temetés. Tehát amióta itt vagyok, én nagyon sok ember testvérünket temettem úgy, hogy már a hamvai urnában voltak, csak a meglevő sírhelybe lett elhelyezve a hamu, az urna. Körülbelül egy évvel ezelőtt, heteken át, talán két hónapig hirdettük minden misében, hogy aki szeretne urna falas temetkezést, mivel fölmerült egy testvérünk részéről ilyen igény, hogy az jelentkezzen, és ha összegyűlik annyi jelentkező, akkor utcó neki építünk egy urnafalat. De hát több hét után se jelentkezett az 500 gazdán kívül senki. A képviselő szerint biztosan megtalálják a módját, hogy miként lehetne megvalósítani ezt a falat, aminek tervrajzait 3 éve bemutatta az önkormányzat is. Itt jól látható, hogy egykor a kapuk mellé is terveztek egy urnafalat. Én ezt már elmondtam többször a kerítés létesítése előtt is, hogy a mi hozzátartozóink, a mi rokonaink nyugszanak ebben a temetőben, meg majd egyszer úgyis mi is ide kerülünk, tehát mindenkinek ügye ez, az önkormányzat is biztos vagyok benne, hogy megtalálja a módját, hogy beszálljon ebbe a dologba. Kecelen a temetések 10-15%-a urnás temetés. A Harangszó BT-nél is vállalnak ilyen temetéseket. A tulajdonos elmondta, hogy árban nem nagy különbség tapasztalható a koporsós és az urnás temetés között. Azt tapasztalható, hogy amíg 15-20 évvel ezelőtt kizárólag koporsós temetéseket végeztünk, mert nem volt igény urnás temetésre, ahhoz viszonyítottan manapság egyre több az urnás temetésre az igény. Jobban megismerték a hamvasztásnak a körülményeit, a hamvasztás folyamatát. Nem idegenkednek az emberek annyira a hamvasztástól, és azt láthatjuk, hogy nagyobb városokban, főleg Budapesten nagy százalékban történik urnás temetés, és ez beszivárog ide a kisebb településekre is, ennek a hatása és elfogadottsága. Többféle urna közül lehet választani, ezek árban eltérnek egymástól. Van kerámiából, de van olyan is, amit fából készítenek. Elmondható az, hogy egyszerűbb kellékekkel a koporsós temetés még mindig olcsóbb, mint a hamvasztásos temetés. A keceli temetőben korlátozott a sírhelyek száma, az urnafal erre is megoldást nyújthat. A jövőben nem szerepelhet cég, civil szervezet, sajtótermék elnevezésében, s közintézmény vagy közterület sem viselhet majd olyan személy nevet, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be. A kormány döntésének értelmében a változtatások határideje a közterületi elnevezéseknél jövő év január 1-e, a többi esetben pedig 2014. január 1. A tilalom vonatkozik olyan kifejezés vagy olyan szervezet nevére is, amely 20. századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható. A kormánypárti képviselők javaslatára most elfogadott törvény alapján kétség esetén a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását kell kérnie az illetékes hatóságnak. Az előzetes információk alapján, akiket érint a változás, az okmányirodában költségmentesen juthatnak hozzá az új utcanévvel ellátott dokumentumokhoz. A változtatások leginkább a lakcímkártyák módosítását vonja maga után, de van pár vállalkozás a városban, amelyeknek a cégbíróság felé is jelenteniük kell a változtatást. Kecelen több mint fél tucat olyan utca van, amely még az egykori önkényuralmi rendszerre utaló nevet viseli. Ilyen többek között a Mező Imre, a Rajk László, Fürth Sándor, Dobi István, Bacsó Béla, Ságvári Endre, vagy éppen a Felszabadulás utca. Az emlékek megmaradnak, úgy is megmarad, hogy ki volt az a Rajk László, meg ez... különböző nevek, ezt úgyis mind tudjuk. Ezek a 10 éves gyerekek meg nagyon nem kíváncsiak rá. A szomszédokkal beszélgettek egyébként erről? Egy szóba került? Hát nem, itt a szomszédasszonnyal beszéltünk, hát ő ugyanezen a véleményem van, hogy azt a pénzt másra kellene fordítani ebbe a nyomorúságba. A probléma egyébként már legalább 20 éve téma az országgyűlésben, amelyre most hétfőn tettek pontot. A kormány másik fontos célja a névváltoztatás mellett, hogy olyan új neveket alkossanak az önkormányzatok, amelyek a helyi lokálpatriotizmust erősítik. A keceli önkormányzatban szintén napirenden van a téma, szó volt róla a legutóbbi testületi ülésen. Ezekkel kapcsolatban szeretném, hogyha
kikérnénk a lakosság véleményét, az utcában lakók véleményét, és például a médián keresztül tájékoztatnánk a lakosságot ezekről az utcákról, és szavazzanak, hogy milyen utcanevek lehessenek, illetve mi volt a régi utcaneve előtte, esetleg az lenne újra, de a törvény előírja, hogy ezeket meg kell változtatni. A lakosság a javaslatait leadhatja a Városházán személyesen, e-mailben a városháza@kecel.hu címen, vagy telefonon a 78-420-200-as telefonszámon. Bővebb információ a www.kecel.hu oldalon is olvasható. A népváltoztatásokat január 1-jéig kell megoldania az önkormányzatnak. Most rövid híreink következnek. Az éjszakai tivornyák után pezsgős üvegek, energiaitalos flakonok maradnak hátra. Kedre viradóra azonban az intézmény szabadtéri oktatóhelyének csavarokkal rögzített padjait is összetörték. Az igazgató már jelezte az eseteket a rendőrségnek, illetve a helyi polgárőrségnek, ám az események azóta is folytatódnak. Sőt, a rongálások mellett lopások is előfordulnak az intézmény és a sportcsarnok közös udvarán. Legutóbb a fűtéskorszerűsítés ideje alatt vittek el ismeretlenek 5 mázsavasat. Az októberi képviselőtestületi ülésen Hortobágyi Német Tünde hívta fel a figyelmet a sportcsarnok vizes blokkjának állapotára. A képviselő szerint mi hamarabb kulturáltabb körülményeket kellene ott teremteni, mivel nagyon sokan használják azt, és nem csak városunkból. A megoldás előkészítése már elindult, a város szakemberei közös erővel keresik a korszerűsítések lehetőségeit. Úgy tűnik egységes álláspont alakult ki az 54-es számú főút Keccelt érintő szakaszának forgalomlassítása ügyében. A Farkas László önkormányzati képviselő kezdeményezésére összehívott legutóbbi helyszíni egyeztetésen ugyanis minden résztvevő a forgalomlassító sziget megépítése mellett érvelt. A forgalomszervező szakember, valamint a közútkezelő és a város képviselője szerint is a helységnévjelző tábla áthelyezése, valamint a gyakoribb sebességmérések mellett ez a leghatékonyabb módja a járműforgalom lassításának. Kiderült az is, hogy minden megoldás költségvonzata az önkormányzatot fogja terhelni. Közösségi média szolgáltató lett a Keccel Városi Televízió. Szerkesztőségünk kérelmének kedvező elbírálásáról a Napokban küldött levelet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa. A döntés azt is jelenti, hogy a továbbiakban a Keccel Városi Televízió mentesül a média szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. Ezzel együtt pedig új pályázati lehetőségek nyílnak meg számunkra. A Csendes Ősz Idősek Otthonában zajló prevenciós előadás sorozat legutóbbi alkalma a test és lélek közötti harmóniára fektette a hangsúlyt. Fizikai és mentális egészségünk függnek egymástól. Hogy ez oda-vissza miként hathat pozitívan, erről beszélt a hallgatóságnak Burányi Roland plébános. Szép számmal gyűltek össze az előadáson, melyen Burányi Roland plébános mondta el tanácsait, miként őrizhetjük meg testi-lelki egészségünket. Bizony a fiatalság sokszor hiszi magát okosabbnak felmenőinél, hiszi azt, hogy ő tudja, miként kell élni. Azért néha nem árt meghallgatni a tapasztaltabbakat. Helytelen szokásainknak vannak következményei. Aztán fiatalabb testvéreink, akik pedig még hát pusztán azért, mert gyorsabban gyógyulnak, gyorsabban regenerálódnak, ők meg olyanok, mint mindnyájan voltunk fiatalkorunkban, hogy mit beszél nekem a vimbolon, vagy ugye enyhébb esetben, mit nyaggat már megint anyám meg apám, tudom én, hogy mire van szükségem. Azt, hogy telik, múlik az idő, rájövünk arra, hogy bizony-bizony, de jó lett volna, odafigyelünk annak idején, mert testünk is épebb maradt volna, a lelkünkről nem is beszélve. A lelkünket különösen ápolni kell, nem szabad hagyni, hogy ösztöneink, érzelmeink rátelepedjenek. Ahogy pusztulnak a lelkek, ahogy sorvadnak a lelkek, ahogy egyre vastagabb üledék keletkezik a bennünk levő isteni képmáson, nos úgy egyre többen lesznek ösztöneik, önző vágyaik szolgái, és minél tovább, minél több ilyen emberből áll egy társadalom, nos az a társadalom egyre betegebb, egyre erőtlenebb és egyre kaotikusabb képet fest. Rohanó világunkban nem árt megfogadni egy aprócska tanácsot azzal kapcsolatosan, miként őrizhetjük meg a test és lélek harmóniáját. Először is, tehát most vonatkoztassunk el attól, hogy valaki vallásos vagy nem. Szimplán, mint embert nézzük. Aludjon eleget.
tehát van azon a tévén kikapcsológom. Ha le is marad egy tévéműsorról, 150-szer megismétlik. Aludjon eleget, 8 óra legyen meg, ez elengedhetetlenül fontos. A másik, néha álljon meg, szusszanjon egyet, gondolkodjon, olvasson. Akinek van felesége, gyereke, álljon meg, szeretgesse meg, ölelje meg, meséljen nekik, töltsenek időt együtt. És aztán, ha vallásos, akkor álljon meg imádkozni, az Úr napját szentelje meg, mert ugye Isten nem azért találta ki, hogy bosszantson vele, hogy na már a pap miatt megint menni kell, hanem hogy tényleg kilépjünk a mókus keréből, ünneplőbe öltözzék a lelkünk, ott vagyunk a misén, imádkozunk, összegyűlik a család, és így lesz teljes az életünk. Nagyon egyszerű dolgokról van szó, tehát Isten nem várja ezt tőlünk, hogy beleszakadjunk abba, hogy na jó, normálisan éljünk. Kis dolgokról van szó, csak mindig azt hiszük, hogy nagy dolgokat kell tennünk, de nem, kicsi dolgokat. Véget ért az 5. Keceli Pálinka ünnepe a TG Virágdekor szakképzőiskolában. Mint arról már itt a körképben is beszámoltunk, nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, ugyanis elmondható, hogy az évek alatt egyre jobb minőségű mintákkal neveznek a versenyre. A Keceli Pálinka lovagrend bevonulásával kezdődött az idei 5. Pálinka ünnep hivatalos záró eseménye. Mielőtt kihirdették volna a győzteseket, Font Sándor, térségünk országgyűlési képviselője, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke beszélt az aktuális problémákról, amelyek a pálinka piacon felmerülnek a termelők részéről. Gyümölcs Pálinka Főzők Országos Egyesülete elindított ebben is egy szakmai tanácskozást, és tudjuk, hogy ez nem egészen rendezett ez a kérdés. Pontosabban, ahogy a jelenlegi szabályok leírják, na úgy nem lehet megvalósítani, vagy csak iszonyú áldozat árán lehet megvalósítani, és mindenki egyedi módon próbálja ezt a pálinka moslék kérdést rendezni. A vendégeket köszöntötte dr. Pataki Mihály, az Európai Unió Oktatási Szövetségének tagja is. Ő adta át idén nyáron Magyarország legmodernebb oktatási célokra alkalmas pálinka főző berendezését, melynek köszönhetően a térségben egyedül itt Kecelen lehet minősített pálinka főző képesítést szerezni. 12 kategóriában neveztek a versenyzők, a kategóriák alma, körte, cseresznye, megy, őszi barack, kajszi, szilva, bogyós, szőlő, törköly és borszármazékok. A zsűri nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező szakmai vezetője, Krizl Edit ismertette a lényegesebb tudnivalókat. Béli Géza, a zsűrit irányító szakember elmondta, a pálinka népszerűsítésében a hazai versenyek, a szakma fejlődése nagyon sokat segített. Az a korábban megfogalmazott cél, hogy a vasúti restikből a polgári asztalokra kerüljön a pálinka, már a tökéletesen megvalósult. A versenyen 199 nevezett étel volt, 49 aranyérem, 42 ezüstérem és 44 bronzérem talált gazdára. Kecerről Hugyi László és a Sendula Pálinka Manufaktúra is a díjazottak között volt. A legjobb magánfőzött párlat Penc László kadarka szőlő, illetve Ari András alma párlata lett. A legjobb bérfőzetett párlat Kása Tibor szilva párlata. A legjobb kereskedelmi pálinka a Birkás Pálinka Kft. Cigánymegy pálinkája. A verseny legjobb pálinkája a Kiskörösi Vinotrep Kft. Körte pálinkája. Az ünnepség keretein belül ott a helyszínen döntötték el, hogy melyik lett a régió legjobb kajszi barack pálinkája. A Dél-Alföldi régió 2012-es legjobb kajszi barack pálinkája a madarasi pálinka. Közel 80 tagból álló társadalmi zsűri különdíját pedig a Márkházi Pálinka Főző Társaság Kft. Irsai szőlő pálinkája nyerte. Az ünnepséggel jelentette be Téglás András igazgató, hogy jövőre az intézmény rendezi a térség legjobb szőlőpálinkája versenyt is. Benvin Sebastian Madasseri Verbita szerzetes 2003 óta él Magyarországon. Misszionáriusként jött Indiából. Családja körében sok szerzetes van, többen Európában élnek. Sebastian atya egyik legnagyobb célja egy olyan nemzedék felnevelése, amely érzékenyen reagál a jövőre. A Kész szervezésében tartotta meg a Hittől a Szeretetig című előadását a Verbita atya Kecelen. Elmondta, misszionáriusként sokat ad hálát, igyekszik mindent pozitívan szemlélni, és ezt a szemléletmódot tanítja másoknak is. Ez hat építő jelleggel életünkre. Csak ennyi, hogy én hiszek, és akkor járok templomba, ennyi a kereszténység? Sokkal több! A hitet tettekre kell váltani. Hit csupán azt mondja, a Szentírás is bizonyítja, a hit cselekedet nélkül halott. Egyáltalán nincs értelme, az idő pazarlás.
Beszédét sokan hallgatták nagy érdeklődéssel. Az atya 9 éve él Magyarországon. A magyar nyelv megtanulása elsőre ijesztőnek tűnt, de legyőzhetőnek bizonyult. Mielőtt érkeztem volna Magyarországra, engem fenyegetik, mondván, hogy nagyon nehéz a magyar nyelv, és én ezzel a tudattal jöttem, tényleg nagyon nehéz, akkor nekem valóban kell nagy erőfeszítést tennem, hogy ezt a nyelvet tudjam tanulni. De eleven úgy jöttem, ez az egy, hogy kell nekem tényleg harcolnom érte, a másik pedig én szeretni fogok ezt a nyelvet. Hát ez a két dolog összejött, én azt hiszem. Az könnyűvé válik bárki számára, ha valaki szeret valamit, akkor az tehermentesi válik. És 7 hónapot tanultam összesen. Ebből 4 hónap egy magántanárral tanultam, és 3 hónapot egy egyetemen, mármint a nyelv egyetemre jártam, Balassi Bálint intézetbe. És azután bekerültem egy plébániába, Szugligeti Szent Család plébániába. Ennyi volt a tanulásból, és azután gyakoroltam. Sokat olvastam, természetesen akik hívők, hallgatják engem, ezt így tudok mondani. Én időnként jelente könnyen, tehát könnyeztem, és térdre borulva imádkoztam a Szentlélek Istenhez, tanítsa meg ezt a nyelvet, mert nagyon nehéz volt, mint elsőként ide érkeztem, mint nem értem semmit, és teljesen idegen, ez nagyon nehéz volt. De a jó Isten megsegítette, és könnyebben tudtam, és a 25. nap érkezésemtől már miséztem magyarul. Mint megtudtuk, az ő napjaik sem a szigorról szólnak. Kimondottan kedveli a jó ízlésű vicceket. Nekünk kell egy kis humorérzék, és az életével jár, és nagyon sokszor szoktam tartani lelki gyakorlatot, rekolekció előadást, és fontos lenne az embereket azért vicceken keresztül is felüdíteni, és adni egy üzenetet. Nem csak egy viccet mondani, hanem ennek van egy üzenete, és általában így szoktam. Nem csupán viccelek, de ezen keresztül valamit szoktam rámutatni, hogy van értelme a viccnek, ugyancsak valami igazságra lehet. Befejeződött a kézilabda bajnokság őszi alapszakasza. A Kecel Kézilabda Klub felnőtt csapata legutóbb a PVSE Bácsalmás csapatát fogadta a városi sportcsarnokban. A fiúk hozták a kötelező győzelmet, így veretlenül kezdhetik a tavaszi mérkőzéseket. 100%-os mérleggel zárta az alapszakasz őszi részét, vezetve ezzel a tabellát a KKC. Utolsó mérkőzésükön a Bácsalmás csapatát fogadták, akik egy teljesen más stílusú kézilabdát játszottak, sokszor megtévesztve ezzel a gyorsabb tempóhoz szokott kecelieket. A mérkőzésen többször is látványos bravúrokat mutatott be Markó István, aki sorozatos zicsereivel növelte a gólok számát. Voltak hibáink, de sikerült összehoznunk. Sajnos sérült is, Babenyasz Zoli is lesérült most a meccs folyamán. Voltak hiányzók, például Berrési Nándi is hiányzott, sajnálatosan mondom, hogy Vince Laci sem volt kapusunk, így azért elég nehéz mérkőzés volt az elején, az elég húzós volt, de azért összeszedtük magunkat a meccs végére. Hogyan bírta a lábad, ugyan rengeteg zicsert és rengeteg leindítást, azt te végeztél el, hogy bírtad a végéig? Jó, ezt a edzésnek köszönhetem. A mérkőzés után Szűcs László edző értékelte a találkozót. Örülök a győzelemnek, ez nagyon fontos volt. Nagyon sajnálom, hogy például a Babonyász Zoli megsérült, ez nem volt igazán jó vége a szezonnak. Igazából a mérkőzés értékeléshez hozzátartozik, hogy volt 4 hiányzónk, és ez meghatározta azt, hogy nem tudtuk azt nyújtani, amit én szerettem volna. És igazából azt szokták mondani, ez igazolódott is a mai mérkőzésen, hogy a kötelezőt a legnehezebb megnyerni. Kicsit döcögött az első félidő elején a játékunk, aztán úgy láttam, hogy magunkra találtunk. A játékvezető fölfogás, tehát nem a hibák vagy bármi, nem ilyenről beszélek, a fölfogás maga nem kedvezett annak, hogy mi gyorsabban szeretnénk kézilabdázni. Engedték a Bácsalmásnak a halogató taktikáját, azt, hogy nem igazán akartak csak akkor kapura lőni, amikor már nagyon muszáj volt. Én úgy gondolom, hogy jobb csapat vagyunk, és megérdemelten nyertünk. Azok a tervek, azok a célok, amelyeket megfogalmaztak a szezon elején, azok most így a fél időben, hogyan látja ezeket, hogy sikerült ezeket elérni? Megnyertük az ősszel minden mérkőzésünket, és úgy látom, hogy a csapatunk alakul, egyre erősebbek leszünk. Én úgy értékelem, hogy ha tavasszal sérültjeik meggyógyulnak, mert Pálinkás Ádám is sérült, most úgy látom a Babanyec is, akkor még erősebbek leszünk.
úgy értve, hogy lesz két olyan sorunk szinte, amelyik egyenértékű, és ha sokat edzünk és sokat dolgozunk, akkor azok a célok tavaszra is valóra válnak, amit ősszel most teljesítettünk. A regionális utánpótlás női kosárlabda bajnokság második fordulóját rendezték múlt vasárnap Kecelen, melynek szintén a városi sportcsarnok adott otthont. A helyi kiskunsági KSE, a Kalocsát és a Kiskunfélegyházi Móra gimnázium csapatát látta vendégül. Kecel volt a házigazdája a regionális női kosárlabda bajnokság soron következő fordulójának, ahol szoros küzdelemben sikerült 4 ponttal megverni a Kalocsa csapatát. A 4x10 perces találkozó végül 46-41-es végeredménnyel zárult. A keceliek második mérkőzése már nem volt ennyire szerencsés, a jóval felkészültebb és tapasztaltabb félegyházi csapat 115 pontot dobott és 45-öt kapott. A keceli csapat decemberben részt vesz egy 2 napos nemzetközi tornán Gyulán. A felkészülési mérkőzések jövőre természetesen folytatódnak, addig is hetente 5-ször edzenek a keceli kosarasok. Kedves nézőink, jövő héten hétfőn este 6 órakor folytatjuk a visszatekintést a tavalyi Flora Virág Fesztiválra, ugyanis a postatörténeti és az antik órakiállítás megnyitóit tűzzük műsorunkra. A keddi Kecel Sportban a Kecel KC PVSE Bácsalmás kézilabda mérkőzést láthatják. A szerdai életképekben a Léghajó Színház előadásában vetítjük a Ludas Matyi című mesejátékot, majd azt követően a néhány héttel ezelőtti horgászbálon készített összeállításunkat láthatják. Csütörtökön Burányi Roland Épp testben, épp lélek című előadását tekinthetik meg. A már megszokott hétvégi délelőtti ismétléseket ezúttal péntek este, illetve szombaton este láthatják. Jövő pénteken a keceli körképet követően ismét jelentkezik a Multidéző, melyben ezúttal Lakner János életét és munkásságát mutatjuk be önöknek. December 3-án hétfőn délután 4 órakor kerül sor a Paleo Klub következő összejövetelére a Városi Könyvtár és Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. December 4-én kedden délután 3 órakor Földes Ferencné a Kecel időseiért közalapítvány kuratóriumának elnöke tart előadást a Csendes Ősz idősek otthonában, melynek címe A múlt és a jelen képe a szociális gondolkodásban Kecel város területén. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház december 4-éig meghosszabbította a Betlehem gyermekkézzel pályázat leadási határidejét. Az alkotni vágyó gyerekek, családok Áper 4-es alapterületen bármilyen technikával, bármilyen anyagból készíthetnek alkotásokat. A legügyesebb pályamunkákat az idei Virágfesztiválon csodálhatja meg a közönség. December 7-én pénteken délelőtt 10 órakor nyitja meg kapuit a 26. Flora Virágfesztivál és 10. fazekas kiállítás. A hagyományos kísérő rendezvények, mint a virág- és dísznövényvásár, virágkötészeti bemutatók, mesterségek bemutatója, borkostoló, cserépvásár, kisállatkiállítás mellett az idei év újdonsága lesz a keceli ízek utcája. A virágkiállítás nyitó napján, december 7-én 11 órakor a Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiállító termében kerül sor Színvonal címmel keceli alkotók kiállításának megnyitójára. Fél órával később a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület bemutatkozó tárlatának megnyitója lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Ház emeletén. A 10. országos fazekas kiállítás ünnepélyes megnyitója a hagyományoknak megfelelően szombaton délután 3 órakor lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében. Kedves nézőink, mára ennyi volt a keceli körkép, nézzük a legfontosabb témákat még egyszer egy-egy mondatban. Megvan a jövő évi költségvetési koncepció, a képviselő testület előtt több fontos kérdés is volt. Növekvő igény az urnás temetésre, ha kérik, megépítik az urnafalat a temetőben. Döntött a kormány, nem lesz többé olyan utcanév a városban, amely az önkényuralmi rendszerre emlékeztet. Tokajból is érkeztek minták, egyre sikeresebb a pálinka ünnep Kecelen. Indiából érkezett Benvén Sebastian Madasseri előadása kész szervezésében. Veretlenül zárta a KKC az őszi fordulót, cél a feljebb jutás. Friss hírekkel egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, ezzel én mára megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszontlátásra!